Köszöntelek titeket, drága nézőim! Igen, eljött ez a nap is. Annyira unatkoztam, hogy elkezdtem játszani egy másik játékkal, és a The Forest-re esett a választásom. Ez még egy félkész játék, de gondolom nyilván ezt is tudjátok, ez egy alfa verzió. Ilyen early access-es, a Kickstarteren, stb. Ez ilyen túlélő horror. Így nagy vonalakban annyi kell tudnia a játék történetéről, hogy ment egy faszi valami repülőn a kölkével, és akkor valami történt a repülővel, lezuhant, és hát egy ilyen helyi őslakosát felette, vitte a gyerekét, és hát ő ott marad étlen szomjan a természet lágyölén, a helyi őslakosokkal körbevéve, akik nem nagyon szívlelik azt, hogy ő ott megtalálható. És mint a képek tanúsága szerint bizony, egy-két ilyen alkalommal sikerült így közelebbi kapcsolatba kerülnem a helyi kisebbséggel, és hát a dolgok jelenlegi állása szerint ezekből a konfliktusokból jelenleg még én kerültem ki. Győztesen látható, hogy most itt a jelenleg a készletében egy gyík található és három gyíkbőr, pár emberi testrész, hát biztonság kedvéért nem árt néha, van nálunk ilyen kis cucc, meg hát építkeztem is egy keveset. Az egészet az elejétől nem fogom nektek végigmutatni, annál is inkább, mert dögunalmas. Mert annyit kell ilyenkor csinálnunk, hogy el kell mennünk fát vágni, követ gyűjteni, rőzsét szedni, bokrot, meg ilyen nyalánkságokat, és ezekből tudjuk összehozni azokat a dolgokat, amik vannak itt nekünk, és közben árú szemekkel kell figyelnünk a közvetlen környezetünket, hogy a helyi őslakosok nem tűnnek-e föl, és akarják szétverni a kicsi búránkat, és hát előszeretettel akarják, úgyhogy nem árt vigyázni. Egyelőre még nem látok sehol senkit, tehát amúgy este is van. És úgy döntöttem, hogy én itt a tengerpart mellett próbálok meg tanyát ütni. Van itt egy ilyen szimbolikus jelentésű fa. Azért szimbolikus jelentés, ezt nem bírtam kivágni. Úgyhogy gyanítom, hogy ezekkel van valami szándéka a készítőknek a közeljövőben. És hát van is itt a fa előtt valami helyi törzsi, akármilyen ijesztegetős bábú valami. Hát egy ilyen karóra tűzött cucc. Aztán talán egy ember fej, de most nem mentem oda megnézni. Fa kéne, meg rőzse, meg bokor. A bokorra tudjuk nyomatni a tüzet, hogy jobban lángoljon. Ez majd mikor esik az eső, akkor lesz hasznunkra. Én még játszottam a 0.01-es játékkal, és megfogtunk egy gyíkot. Jók vagyunk, most már biztos nem fogunk éhen dögleni. Tekintve, hogy azért kicsit már kezd üresedni a gyomrunk, én szerintem zabálok egyet már. Amúgy meg semmi sürgős dolgom nincsen, mert amiket fel lehet építeni, azoknak a nagy részét már felépítettem. Na jó, még ilyen nagy kunyhót nem építettem magamnak, de van hová letenni a fejemet, hogyha netán elámosodnék. És azért is van szükségünk ilyesmire, mert hát a mentési pont is az ágyunk. Szóval, amikor letesszük a fejünket és elalvadunk, a load és a netán levelnek minket a állat jószágok, akkor a loading alkalmával, mikor elaludtunk és felkelünk, azt fogja nekünk visszatölteni. Hát igen, építettem magamnak egy rőzsegyűjtőt. Amúgy ennek totál nem vágom, hogy mi értelme van, mert most azt hittem, hogy ide termelődni fog a rőzse, vagy valami, nem, ide hordom és akkor itt van. De hát amúgy ugyanezt megtalálom, szóval hogyha valamit építek, úgy is kell nekem a cucc. Ó, és rászálltak a hullákra a madarak. Nem baj, begyújtom őket, mert ezek amúgy ilyen elijesztő totemek, amitől parázik az őslakosság. Hát nyilván, hogyha a saját rokonságát látja karóra tűzve és lángolva, akkor nem biztos, hogy annyira közelbe merezkedik, mert hát nézd már, mi történt Gézával, itt lángol. Jó, Istenem, pedig még tegnap felvette a nyugdíját. Na mindegy. Süssünk gyíkot. Igen, itt, ez itt egy nyúzott gyík, és most rábasszuk a tűzre, íme ott lángol. Mondjuk arra még nem jöttem rá, hogyha kicsit csiholom a tüzet, akkor lehet gyorsítani a sülési folyamatot. Nem vagyok annyira nagy gurman. Igen, van egy baltám, és találtam egy ilyen sátorba, ahol egy kisebb fajta ilyen orgyikosság helyszíne volt. Találtam egy hosszú botot, ami tök jó, lehet vele halászni. Aj, ott megy a madár, és belerepült a földbe. Az a madár is belerepült a sziklába. Hát igen, ezért jó, hogyha alfa a játék, mindig élnek minket váratlan meglepetések. Elő is fordult velem párszor, hogy úgy támadtak meg engem a helyi kisebbség képviselői, hogy a sziklából jöttek elő, meg a vízből. Ilyen több méteres mély vízből, szóval is nem fulladtak meg, szóval nem pont erre számítottam.
De mint látható, lefeküdtem aludni, kivilágosodott, és valamit építeni kéne, mert... Ja igen, van egy ilyen túlélő könyvünk, ez mutatja nekünk, hogy hát mit kell csinálnunk ahhoz, hogy ne pusztuljunk a egyből agyon. De amúgy tökre nincs olyan sok minden, amit még építhetnék. De építek egy falat, mert az mindig jól jön, nem tudnak rajta átjönni a parasztok. Kb. Ennyi a funkciója, de a madarak siván átrepülnek rajta, hogyha nagyon akarnak. Ezt az előbb is prezentálták nekünk. Építettem ilyen csapdákat is. Ezek egy részről jó csapdák, másik részről annyira nem jó csapdák. Mert hogyha húzamosabb ideig játszunk egy visszatöltéssel, akkor ezek ilyen egyszer használatos cuccok. Magyarán jön a paraszt, belesétál, megpusztul és kész. Építhetsz egy új, ugyanilyen csapdát ahhoz, hogy még egyszer megpusztuljon. És hát alkalmazható legyen, bevethető legyen az enemy ellen. Ajjaj. Ajjajajajajaj. Na, mint látható, feltűnt a helyi kisebbség egyik szép példány. Úristen, hát ezek annyian vannak, mint a Magyarországon megtalálható egyedek jó része. Oj. Na jó van, nem szóltam be. Van cigim, adok szívesen. Jó van, ne bántsatok. Ezek csak közelednek. Hát, ha belemegy a csapdában, na nézzük. Hát és ez asszony szépen meghalálozott, szegény. Közben ezek így jó be vannak pörögve, de amúgy mindig a nők a legagresszívabbak ebben a csoportban. Ezek állandóan mindig ide akarnak szaladni és szétverni a képemet, amíg a csávók átadnak. Na, nézzük már, ott van a kemény csávó, leverjük. Azt akkor elindulnak szépen lassan felé. Ezt én általában mindig fenntartással szoktam kezelni, és ez a csapda egy kicsit így értelmetlen, mert ez még egyszer nem öltem be, csak mindig így megállítja őket, hogy haver, te itt nem jössz át, viszont nem fog neked semmi bajos se történni. Jaj, hát én még maradok a tűzbe, már be lehet őket gyújtani, és hát a tűz az eléggé hatásos ellenük, mert ha begyulladnak, hiába másznak bele a vízbe, akkor sem alszik ki, és ez szépen megpusztul a pára. Még annyi dolog lenne, hogy itt vannak ugyebár ezek a totemek, amik arra szolgálnak, hogy na figyeljetek már, ijedjetek már meg, mert kivégeztem a társaitok és okosságotok 90-95%-át. És rendre nem ijednek meg. Tehát ez ma ott van Sanyi az ágon. Na jó, oda megyek, megnézem. És közben egy csáóka begyulladt, de ez hogy ütötte be magát? Hát ez most szaladt ide lángolva. Na nem baj, megint sikerült magát begyújtania, úgyhogy... Elhelyezzük, és most vízben van, és csodálatosan lángol a vízben. Hát szegény meghalt, jó van. Az a gond, hogy általában ilyen 3-as, 4-es csoportokba szoktak jönni. És most egy kicsit, mintha többen lennének. Itt azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na jó lennéne, ha eltakarodnátok innen nagyon gyorsan, mert zavar a jelenlétetek, úgy belemásztatok az aurámba, és nem biztos, hogy ez ilyen célszerű ilyenkor. Nem megyek be oda közéjük, nem őrültem meg, egyrészt mert fél perc alatt levernek, oda rohannak legalább 3-an egyszerre rám, mert legalább az egyik már volt arról, hogy össze, és egy barlangba térek magamhoz, ahol nem akarok magamhoz térni, mert ott nagyon elcseszett dolgok vannak, és nincs nálam tulajdonképpen semmi egy öngyújtón kívül, és hát ez az eléggé rosszul tud esni a lelki világomnak, mert nem szeretek félni. De ez a játék ilyen csak hajaz rá. Itt a természet lágyolénál vagyok, itt meg is tudom magamat védeni, meg hát itt ezek keménykednek, tehát hiába. Na, gyere némber, gyere! Veled lejátszom, úgyis kemény még, az begyújtottam, nem. Hála égnek azért a készítők arra gondoltak, hogyha mi belemegyünk a begyulladva a vízbe, akkor bizony, mi el tudjuk magunkat oltani. Na, de kicsit elkanyarodtam a csapdákról, közben ezek megint jönnek ide-vissza. Nem baj, legalább megfogyatkozott a létszámuk. Meg azt a csávót nem értem, ott annak olyan furcsa dolgok állnak ki a hátából. Az valami biztos valami sámán. Nem baj, gyújtogassunk még egy kis rokonságot, mert átlehetően jobban beparáznak. Pedig már fele emberséget kiírtottam, de hát kevés volt. Még egy érdekesség ebben a játékban, hogyha elindultok ilyen felderítő kirutakra, így vándorolni, meg stb. Megnézni, hogy vannak-e valami érdekes dolgok, vagy helyek, vagy stb. Én egy csináltam egy pár ilyen túrát. Tulajdonképpen amíg mozgásban vagytok, ezek baromira nem jönnek elő. Ha megtelepettek egy helyen, onnantól kezdve számíthattok zaklatásra. Gyanítom, valahogy mindig szomszédnak sikerül lenniük, és hát ide jönnek panaszkodni, hogy hey, ne gyarítsa hozzá ma, mert izé van. Közben megint itt volt ez a zene, sehol nincs egy ellenség, legalábbis amit látnék. Lehet, hogy valahol a textúrába beleépült közbe Béla, de még egyelőre nem. És volt már precedens, hogy valahogy hátulról megkerültek engemet.
Pedig ez egy olyan hely, hogy ezt nem lehet megkörülni, direkt azért jöttem ide. Ide tök jó életben is tudtam maradni, úgyhogy ez egy bevált hely. Próbáltam már mindenféle, már ilyen This is Sparta-t is játszottam, hogy ilyen bebújtam ilyen kis szűk seglúk méretű akármiben, azt nem mondom, ide nem jön be senki, bejöttek. Olyanok voltak, meg volt, hogy elmentem egy szigetre. És jól mondom, hát ezek úgyse tudnak kúszni, meg minden. Hát lefeküdtem aludni, mire felkeltem, kb. 10-en vettek körbe, és hát esélyem nem volt. Lefelé visszafeküdhettem volna aludni, de hát ezzel csak húzom, halasztom a halálomat. Lényegében így hibernáltam magam egy időre, amíg éhen nem haltam, és hát akkor muszáj volt, utána újra kezdem az egész hadszocárit. Mindenesetre a itt található emberek 100%-a eltűnt, na ez most itt magától meghalt. Nem baj, teszek róla, hogy már nem is nagyon akarjon felkelni, meg hát itt van egy koponya, amiben beleágyasztok egy flaskát, értek mindent, jó van. Na jó, egy kis vadkender, az mindig jó, hogyha van. Hát itt a természet lágyul, én amúgy is, hát mit csinálhatna az ember, ha nem szétszipuzza az agyát, mert hát ugyebár, na hát sok mindent nem lehet csinálni, favágáson, meg halászáson, meg ilyeneken kívül. Nézzétek meg amúgy az összes ilyen ősi népcsoportnál, mit tudom én, Dél-Amerikába, Chilébe, valamilyen csendes óceáni szigeteken. Az összes ilyen népcsoportnál még csak így annyit csinál, hogy hát nézd már, halászunk, meg ganajászunk, meg van. Mindegyik narkózik, de kivétel nélkül szednek valami cuccot, amitől így bódulnak néha napján, vagy csak full alkeszok. Melyen kókusztejből erjesztenek maguknak piát, meg ilyenek, szóval mondjuk azt megkóstolnám. Biztos bűnszaríze van, de legalább egyszer kipróbáltam. Na kivágom ezt a nagy köcsök fát, de közben azért kerülgettem jobbról balról, ezt nem véletlenül csinálom, csak így mindig próbálom szemmel tartani, hogy esetleg nem kerül elő valami fickó. Ó, de érdekesen dől ki ez a fa. Ó, és ez elrepülték a tuskók. Azt az eget mekkorát. Hát én nem állok alá, nehogy agyon csapjon, már nincs kedvem így meghalni. Na, van kettő rönköm faja. És ott egyik, meg még egyik. Ja igen, a falat akartam építeni, hát igen, azt meg fogjuk csinálni, vagy nem. Majd kiderül. Ja, amúgy lassan lehet ennem is kéne. De már kajáltam egy jíkot. Azt már így eltelt az idő, hogy már megint éhes vagyok, és én tiszta falánk ez az ember. Nem győzöm etetni olyan, mint egy Tamagucsi. Na most nézem. Hello. Hát te mit csinálsz itt egyedül? Juhu! Megbögdössöm, hát ha így jó lesz. Juhu! Valaki? Ne nézd már azt a tönköt, mi van ott? Hát, semmi. Na, bökjük meg. Na, megmasszírozom a vállad, vigyázzál. Na mozdulj, figyelj! Nyomakaszi! Ó, de szétszott lettél, haver. Úgy nézik, hogy ez meghal, csak elfelejtett meghalni, úgy álva halt meg. Igen. Na, és van egy kéz nálam. De jó. De amúgy nem érzem én ezeket a penszülötteket, mert amúgy ez már a 21. században van, tehát valahol valami térségbe. És ez egy kedvelt turista paradicsom lehetett, mert nem egy olyan helyszínt találtam, ahol komplett ilyen csoportoknak a sátrai voltak leverve, és mindenütt elhagyott csomagok, meg minden, persze emberek sehol. De gyanítom, azért nem úgy jöttek ide az első felfedezők, hogy nézd már, itt egy csomó vérszomjas benszülött van, mit csináljunk? Ó, küldjünk ide turista csoportokat, jó pénz, minden, ez kifizetik előre, last minute, aha. Amúgy lehet tényleg ebben nagy biznisz lenne. Elmennek, azt kinyírbászolják őket a francba, kifizették előre az utat, aztán meg ugyebár nincs reklamáció, már hát, na, elfogyasztotta őket a helyi őslakosság. Lehet, nyitni kéne egy ilyen turista irodát. Jó, mondjuk ezután a videó után kicsit nehéz lenne így mondjuk úgy jó marketinget csinálni ezeknek az utaknak, de hát na, próbálkozni azért lehetne. Én szerintem én lefekszek aludni, mert sötétben nem szeretek bolyongani. Annál is inkább, mert félek a sötétbe. Ó, jön föl a nap. Hát milyen romantikus. Ó. Amúgy a víz kinézetét, meg hogy így mozgolódik itt az időjárás, azt egészen jól megcsinálták, azt kivéve, hogy néha úgy esik az eső, hogy nincsen felhő. Azért az néha tud zavarni. Nincs is jobb, mint a nap felkeltébe hullát égetni. Ohó. Ó, de szépen lángoltok. Jó van, gyerekek.
Amúgy azt sem tudom, hogy miért kell ezeknek lángolni, akkor jobban félnek tőle, hogyha lángol ez a cucc. Már ha csak így simán izére van tűzve, de nem lángol, akkor én ugyanúgy félek tőle, szóval nem tudom, érdekes ez is. Ezt a totemet amúgy nem igazán értem, hogy ezeknek néha mi a jelentése, mert itt egy csomó kéz van egy botra tűzve. És akkor ez most mit jelent, hogy itt egy nagyon beteg tapizós ember van, vagy nem tudom. Mert hogy a ilyen karóra fej van tűzve, az egy szimpla sor, hogy ide ne gyere haver, mert itt hamar fejét veszted a dolognak. Hát mindegy, el kéne még menni a másik kettő rönkér. Hát már jött föl a nap, úgyhogy már szerintem jó lesz a látótávolság, meg hát ha nincsenek itt a csúnya gonosz bácsik. De miért akarnak engem ezek bántani, szóval itt van nekik kaja, pia, minden, és hát unalmukban ez is tömeggyilkosságba akar kezdeni. Tehát nem értem én ezeket. Ez a magány, hát. Meg ez a fa is egy rejtély számomra, hogy milyen fa ez? Már többi az egy sima fenyő, meg ilyen mindenféle bokrok, meg izé, cédrus. Itt meg egy hatalmas nagy majom kenyérfa, vagy nem tudom mi az. Engem arra emlékeztet már csak így a törzs alapján, jó, mondjuk a lombozata az nem, de hát na. Kicsit elrugaszkodtam a valóságtól. Itt van még ez a kettő rönk. Ó, hát mondjuk ez jól néz ki, hogy így a fény szűrődik át itt az ágak között. Ja, és mindenütt madarak repkednek. Aj, szegény madár. Mányit kell repülnie? Hamar elfárad röngcipelés közben a fiszkó. Azt hiszem, hogy 2-3 nap és megint jön ki egy... Ez most a 0.04-es verziója a The Forestnek. És majd nem soká jön ki, azt hiszem 2-3 nap múlva a 0.5-ös verzió. Remélem abban már kicsit úgy több craft lesz, vagy építeni való, vagy esetleg valami mission. Mert a játék lényegére sem jöttem még rá, hogy oké, itt vagy a természet lágyölén, próbálsz túlélni. Oké, tök félelmeztő emberkék jönnek néha zaklatni, mert itt van mellettünk a Sziget Fesztivál, és néha hát kicsit betegre iszák az agyukat. Na mindegy. Igen, most halászni próbálok, úgyhogy ne rettenjetek meg. És akkor ide jönnek, bántalmazni akarnak, ha szerencsénk van, akkor mi bántalmazzuk őket, és nem ők minket. Ezzel idáig semmi probléma nincsen, csak mi a játék végcélja? Mert most elrabolták a kölkünket, ezek a csúnya gonosz emberek, mert biztos valami pervers pedofil dolgot akarnak művelni szerencsétlen kölökkel. Mi meg hát ugyebár jó szülőként meg akarjuk védeni, de... Most én találtam ilyen házakat, de ott nem volt kölök, szóval. Meg úgy semmi konkrétum. Most azokba a barlangokba kell bemászni, ahol ezért, mert abba a barlangba én be nem mászok. Ott valami nagyon elkúrált dolgok vannak. Mert hogyha lesz nálam egy minigun, vagy valami lángszóró, vagy ilyesmi, akkor majd esetleg... Ja tényleg a nyilat azt azért hiányolom a játékban, mert van botom, meg baltám, de nyilal még nem sikerült összetalálkoznom, ott megy a hal. Hal! Hal! Ne menj el! Elment. Azok a madarak meg ott lebegnek? Ó, tök jó, lebegő madarak. Ezek így biztos zabáltak a helyi növényzetből. Ez az, megfogtam a halat. Ó, van, letenni kéne. Hölgyeim és uraim, mivel annyira még nem extrém ez a játék, hogy olyan sok minden legyen benne. Most kicsit itt meggyújtom itt a vacsorához a fényeket, megsütöm magamnak a halat, és szerintem jó ízűen le fogok feküdni egy jó vacsora után. És hát találkozunk egy, vagy egy újabb frissítéssel később, vagy ha még van kedvem barangolni ebbe a rejtélyes világba, akkor még elmegyünk felfedezni a környező életvilágot. De egyelőre elégedjetek meg ennyivel. Ezt is azért csináltam, mert jelenleg, hát komolyan mondom, pangás van gyerekek, úgyhogy most készítettem erről egy videót, de szerintem már ti is találkoztatok ezzel a játékkal. Mindenesetre, ha tetszett a műsor, akkor ne csináljatok semmit, mert engem nem érdekel, hogy lájkoltok, vagy diszlájkoltok, vagy feliratkoztok. Találkozunk egy újabb valamilyen adásban, addig is, hello, sziasztok!